veszem föl. Én azzal kezdtem. Igen, Rajt. igen, én is. Hát, passz akkor amúgy. Megverem az A10-eseket, mert én nincs az az Isten, hogy átmenjek a runway tökéletes másik végére, úgyhogy én fordítva fog felszállni. Ha már gurulj. Igen, csak megköszönjük. Én 16 tonna robbanóanyag van nálunk, úgyhogy ez kölcsönösen előnyös. Menj fel egyes, te már gurulsz. Bogett egy-egy, még nem. Oj, de szép felszállás. Oké. Okay. Valószínű, hogyha kezdesz fordulót. Egyébként 22-es felszálló irányban. Kezdem a jobbost. Átsúszok a bal oldaladra. A 22-es a felszálló irány? Igen. Hát pedig ők arra mennek, amerre felszálltak, úgyhogy az okosabb dolognak tűnik, tehát... Van szélzsák, hogy néztetek szelet, vagy miből? Torony. Lerádióztam. Oké, okay, Bagetta egy-egy száll föl fordítva, mint az A10-ek. Azért meg külön rohadjon meg a DC, hogy nem írhattam be a hiójelnek a Bagetta egy-egyet. Miért nem írhattad be? Beírhattam, csak nem azt mutatja, mert... Ez egy legördülőbb választja, gondolom, hogy a rádiós tudja azt mondani. Igen. Ja, értem. Jó van, akkor mi meg itt fenszín. Misszió szerint a hard deck 12 000, de tegnap 18-an is rám lőttek. Be advised. Egy kérdés, mikor megadom a koordinátákat, akkor nem align pozícióval a kapcsolat, hanem vei. Igen, ha franciád van, akkor vei. Nekem angolon standby. Jó, én balról fogom kezdeni a célok támadását. A waypoint 1-nél, tehát a balra lévő 6 célt fogom. Meg amúgy lehet, hogy a slotokkal van baj, mert nem ugyanoda rakott le engem a reptér, amikor most visszajöttem. Tegnap is egy gépnek volt jó, a többinek nem. Jó, azt majd még megpróbáljuk megszerelni egyszer szerintem, de most így hirtelen, nem, én nekem nincs ötletem. Kiöntöttétek az üzemanyag felét, hogy miért tudtok ilyen gyorsan menni? Én levettem 64%-nak, úgyis kitározzuk addig. Jogos. Hát én elfelejtettem. Kutter, itt vagy amúgy? Igen? Itt vagyok, csak én nem veled vagyok valószínűleg. Jó, figyelj, hogy csináljuk azt, hogy akkor Kevin itt van mellettem, akkor mi vagyunk az egyes géppár, és akkor Zolival a kettes az első körben, aztán majd visszacseréljük. Jó. TGP-m nekem még melegszik, mert elfelejtettem felkapcsolni felszállás előtt. Nincs gond, úgyis kitározok rögtön az első 6 célra, aztán utána majd valami lesz. Ugye a két A10 cél között elrepülök, akkor megorroltak rám. Ha nem versz le minket, nem? Nem, nem fogok ilyet mondani. Kapter, figyelj! Na? A oldalt van 3. Utána van 2, az még az enyém. És utána van egy csoport középen, abból a két jobb szélső az enyém. Ezeket jelöltem be magam a markpointnak.
valakinek fények fönt, ez nem felszínelt még teljesen. Én voltam. Nem bírok ki lassan menni, srácok, bocs. Nem kell lassan menni. Arra vigyázz, hogy közel vagyunk már, és ugye záporoznak a mevrikek, tehát 13 mérföld. Hogy nehogy lelüljelek mevrikkel, bazen, akkor röhögök. Ne gyere nekem jobbra. Tágítok jobbra. Tágítok. Úristen. Jó, Kevin, amúgy is kapcsold le a fényeket, mert le fognak baszni. Mármint izével. Légvédelemmel. És akkor én mindjárt kezdem az első ránt. Akkor mondd még egyszer, melyik csoportra lősz? Ő balról kezdi. Igazából téged kérdeztek, csak ne haragudj, a neved még így. Arclight vagy Zoli, bármi az, hogy én jobbról kezdek. És úgy néz ki, hogy ha megnézed a célterületet, akkor látsz három különálló célt. Vagy két kicsit egybe, és utána van egy nagy csoport. A nagy csoportnak a két jobb szélsője még volt rá még Maverick. Úgyhogy azt beszámoltam ezen, tehát a középső csoportból bármit, ami maradt. A középső csoport az a nagy csoportként van most referálva, ugye? Jól értem. Igen, igen. Ó, látom a rifle-t. Sőt, ha eljutunk a Waypoint 4-ig, nekem az a nagy álmom, hogy oda fölteszek GBU 12-ket és makkars átrepülést el is engedem. 4-es rifle. Elmentek a rifle-ök, válok ki. Kevin, a tiéd a következő kör, hogyha ready vagy. Ő már szólt, hogy igen. Rifle most. Jó, balra fordultam ki, és itt van egy baszott nagy tó, annak a déli oldalán szedem össze magam, és onnan van a következő IP. Kettes, rifle 6-szor. Az igen. Na, én föltekertem 20 000-re, így nem fogtok nekem jönni valószínűleg. 4-es fordul balra. Á, látom a füstöket most már. Vigyázz, visszalancs! Kire? Ezt látod? Kettő külön célra is. Két irányba ment a két igla. Iglán kívül van még valami veszély? Mirázsra nem megyek, nem merek oda menni. Jó, bal fordulóban a nagy tótól délre. Vagyok. Igen, az a bajom, hogy így a waypointokat kurvára nem hajlandó rálokkolni. Nekem sem működött rendesen. Nekem sem lokkolt sajnos hiszem a Maverickem, úgyhogy megyek tovább. Jobbra fordulok. Jó, dolgozik most valaki a célra? De én gondolkodom rajta, hogy leborítom, csak félek. Fölvagyok 19-en. Tárkozom hozzá, Mix. Akkor tudom dobni a CBU-t. Hát, dobok belugát, megnézzük mi lesz. Utána égettől föl, inbound.
Lelőnek, megyek aludni. Hoppá, látok valamit a föld. Ja, tudom mi ez, tevi vagyok. Piko. CBU-val én is ráninin. Jó. Egy gyalogos! Ha! Jó, nem az én célomat lőtted, úgyhogy fordulok. Vigyázz, anti-aircraft fire lentről. Csak sikerült valamit eltalálnom, nagyon jó. Mirage inbound. Jó, én találtam egy tankot, megyek rá CVU-val. Egy pici. Oké, még úgyis zéztendelek. Úgy szoktam, hogy a Merux koordináta utolsó 5-7 egyeztetem, mert ugye az utolsó hozott precíz. 7-6-6-4-6. Úristen! Várj, hogy teszem át a... Control, USB 1. Visszalaunch. Kontrollon belül. USB 7. Vagy 6. Úgy mondta, hogy bal oldalt jobb oldalt. USB 1 az a kontroll, akkor számolt ki, hogyha balra nő, jobbra nő. Az a Enter 2 inbound. De igen, az a jobb oldalt föntről a második. Jó, közben tártalan, mert kilőtték azt a tankot, amit én akartam. Akkor nem az volt az, amit én célzok. De azt is kilőtték, hogy ilyen célba. Vicc ez? Bakker, annyit lőttem, mint az A10-esek. Ez a beluga egész használható. Van még hard target? Missile launch. Csak nekem nem működik az RVR? Vagy nem, a nekem is néha. Volt érve is lehet. Mirage inbound. Hol a közepéről jött az indítás, nem látok most szóval többet. Kettes gánz. Én látom nagyjából, és most kit akarta izé. Az a baj, CBU-val szarra sem megyek. Most beszorom az összes belugát. Én nekem is az utolsó passz. Winchester.
Tika. Jó, nekem megvannak. Csak nem tudom, mivel kilőni őket. Gáz nincs. Hol vannak? Kb. Átküldöm. Broadcast-eld a speed, és akkor látjuk. Speed nem így hűvött le. Speed broadcast ment. Ott vannak. Nekem azt hallottam. Tuti? Eléggé. Bagette 1-1 RTB. Szép. Ki volt ez? Szóval. Kaltven. Ki? Igen, a gyalogost a helikopterből könnyebb szerintem közelebb van a dolgokhoz mindig. Haszán kilőtték, srácok. Baget 1-1, Final 22-es runway. Én felfordul 22-es tengelyre. Most csináltam neked egy screenshotot, hogy meglásd, hogy mennyire jól látni, amikor jól van beállítva a DGP. Csak az a baj, hogy pont nem vettem észre, nem ott nézelődtem, ahol még értek. Break. Jaj, hogy break landing-elsz, mert akkor standby-olok. Nem, ennyi, csak nyugodtan akkor. Jó, bal oldal az enyém. Kiengedem. Igen, lekotom vagy vált? Válthatom használni. Vált 6, 5G. Jöhet most 6G. Igen, és azon túl? Level? 35 brightness, 32 contrast és 63 saturation. Level? Mi az, hogy level? Hát, hogyha G-re kattintasz, akkor egy levelet is tudsz még állítani. Ha mire? Tehát a gain mellett rá kattintasz, akkor átállítja levelre, és akkor levelet ja, is most tudsz állítani. Oké. Okay. De bár állíthatnám 5 levelre, mert az jobban néz ki tényleg. Vagy 6-ra is akár. Szép tiszta. Ugye a heliket visszahívhatjuk, ha már nem tutoriáloznak. Persze. Ja, persze. Majd mindjárt átmegyek, ha leszálltam és tankolok, jó? És szólok nekik, hogy jöjjenek vissza. Vagy így egyszerű, nem? Így is. Most fogok touchdown-olni Mirage-ről. Csak átadtunk, hogyha... Bal oldalon. Csak átadtunk, mert most már látjuk, hogy nem tréningeztek, úgyhogy... Szóval 6G és 5 level. És ez gyönyörűen látszik minden.
Én se panaszkodom. Töltöttem értek ezen a küldetéssel kapcsolatban. Annyira szépen és annyira jól megcsináltak az összes bújszolgát. Az elején azt az Uzi vonalat miért Microsoft számmal kell csinálni? Ja. De nem? Tehát annyira gyönyörű, hogy jól csinál a többi. Az egy, az nem. Melyik pályaján lesz akkor? Én most elgurulok a másik végére és irányba szeretnék felszállni. Tehát nem a 22-esen, hanem a ellentéten. Nem számolom ki. Viszont egy dolog jó a STGP-nél, hogy kitakarja a felhő végre. Igen, igen. Egyébként minden várakozás van. Mostanában rakták bele, nem? Aha. Igen. És szépen takarja ki, tehát tényleg ahogy az kell. Minden várakozásomat felülmúlta a 7 kill amúgy a belugákkal. Ilyen random rendszerhibákbe vannak kapcsolva? Dehogy is le vannak tiltva. Mert engem kurvára nem találtak el, a közelembe sem jött semmi, de az egyik hajtóműv az teljesen elszállt. Hogy nézz vissza a tekintet. Vagy Easy, nézd meg, hogy a Firehandle-eket nem nyomta le meg véletlenül. Tehát nincs kihúzva. Nem minden a helyén van. Master Warning panel előre nem világít van. Jobb generátor, és az olajnyomás jobb oldalt nem oké, azt mondja. Akkor eltaláltak. Le megnézzük. Mindig az egyes waypoint, ugye? Igen. Honnan jönnek rájuk az utcó, hogy éjszakról? Észak. A misszióban a zöld füst mindig barátságos, a fehér füst mindig ellenfél. Látjátok a enemit? Mert én még nem. Én 22 mérföldre vagyok. Én visszaballaktam az egy hajtóművel, nyomok egy repair-t. Közel kell hozzájuk keresni, vagy távol? A crash site-tól 330-as irányba vannak. Negatív. Van egy facsoportos út tőlük éjszakra, azon túl még? Keresem csak. Nekem megvannak. Város megvan.
keresem. Négy darab füst, ugye? Most már öt darab. Valóban. Megvannak. Running in. Hóg 4-es az most fordulja a 4-es irányba, akkor a harmadik fordulót, mindjárt final. Van egy tank, meg egy terrautó egymás mellett arra, egy ilyen 3 másodperc múlva pikú. Most kipróbálom a Mirage-on ezt a memory alignmentet, ezt mindig kell, ha rearmolok elvileg, sose csináltam. Most nézem a checklistet. Jó, van, engem leszettek. Négyes Hawk final. Tankra, pikú. Mit hoztak ki a 4-12-eseket? Remélem, ugyanarra pazaroltunk. Mit hoztál bal? CB-t. Jó, vigyázz, Kutterbe, vegy egy CB oda a tankok közé, tehát ne lőjük ki egymást. Fegyver. Jó. Jó, egy szép. Én megvárom a CB oda. Jó, CB nyitott. Már látom ereszkedni be. Jól elfújta a szél. Jó, CB-ú lent. Szép, szép. MK82. Két Maverick és 3 CB-ünk. Nekem még 1, 2, 3, 4 CB-ünk van. Bocsánat, 5. És ezt egy összeget számolnod? Egyesével? Aha, szó szerint. Baszik, hány CB-t hoztál? Hát vissza kellett vennem a naftából, hogy mind fölférjen. Ezért volt ilyen gyors passzalat meg. Most lehet, hogy hülye kérdés, de a Ted-en miért vannak összekötve a gépek egyébként Lindával? Azt értem, hogy egy nincs csak azt mondom, miért vannak összekötve. Bagette egy-egy rolling. Az a jelölő, hogy egy grupban vagy. Egy-egy szál föl, irányom, mi ez? 0-3-0. Csinálják egy lópaszt. Kázsa az új célterület fölött. Mert próbálom megtalálni az új célokat. Tudom a lópaszt vizuál a célterülettel.
küldj majd azért a SPI-t, létsz. Spízon. Csak. Igen. Infrás nem lőtt rám. Fordulok rájuk. Nagyjából közepébe dobtam. Jó, még nagyon messze vagyok, úgyhogy majd megnézem, hogy mit hagytál belőle, és akkor max úgy dobok. Ha egy-két célban lehet, hogy nem pazarlok CB-t. Mondjuk szerintem nagyon elfújta. Vigyázzatok, ott egy sülka. Nem, tökéletes a CB-t, kiírtja az egészet. Sülkának annyi. BMP-nek annyi. Nem már. Egy valami maradt, látod, lő. Megvan. All yours. Kérdezem, hogy akarja valaki Maverick-kel, vagy megvan-e, vagy dobjak rá CB-t? Dobjál rá, mert nekem nincsenek meg. Oké, akkor Aninin. 11,2 mérföldre vagyok. Kaphatok seatrepet a eredeti ponttal, merre van most a célpont? Kelet, hagyd a CB-t, Glenz. Hagyom a CB-t óvatosan a gunnal, mert ez egy A-struck. Látom. Bevállalod? Ott nagyon sok füst van. Van más is, van más is, van más is. A célpontot kilőtted, más nem látok, de keresem nagyon. Lőttem a másik. Ott van a másik fielden. Ő kettő is van, látod most lőtt? Melyik most lőtt, azt dobom. Oké, rendben. Megvan. Jó. Valamire nagyon lő. Mi az a mirázs? Jó, megvan, hogyha nem azt dobta most a másikra dobom, akkor majd dobom én. Akkor jó, tijetek. Az egyiket szépen meg voltam úgy. Hát egy bombkal elmerek menni. Az egyiket BTR. BTR halott. A másik meg itt tiért fel, szerintem. Ez egy, nem, ez BTR vagy BMP, nem, BTR. Tüzel rátok. Nem rám, I'm going in. Célpont. Oh. Célpont... Meg sem is jött. Jó, én break-elek. Várj, nem, célpont életben maradt. Él. Ó, bassza meg, én break-eltem. Picsába. Hogy csapok rá. Én nekem nagyon szépnek tűnt a találat. Eltalálni eltaláltad. Két akkora kráter van mellette. A két MK-t nem elég, hogy kiüssön egy 3 tonnás terrantot. Down.
akkor is baromi szép ez a Mustang textúra amúgy. Ugye? Hogy ugye? Hiába voltam eddig Bartekes. Bartek se rossz amúgy. Főleg a mai képeket láttad? Nem még. Épületekkel mit csinált? Úristen. Megnézem majd. Egy bőletlen dolog nem tetszik a Bartekbe, hogy vannak ilyen nagyon zöld mezői, ennek már ilyen valószínűtlenül nagy szaturációja van. Nem, nekem nem az nem tetszik, hanem a fieldek nagyon repetitívek. Most nekem azért nem tettem fel a 7-5-öt, mármint csak kipróbálni. Azt nagyon repetitív. Játssz a BMS-t, bazd meg. Akartam mondani. Hát a Mustanghoz képest az, ez nagyon szép így. Tudod mit csinál, akkor unatkozok Falcon BMS-ben. Megszámolom, hogy hány fieldenként jön ugyanaz a pattern. Sziasztok, én mentem. Ali, hello. Hello. Ha valaki látja őket, szóljon. Én a Green Smoke-ot látom, de ez a friendly, ugye? Igen, a Green Smoke az friendly, pont fölötte vagyok. Délről? Hát ez pont ez az irány kéne, hogy legyen, de én kurvára nem látom. Ha valahol itt kéne, hogy legyen, akkor ezek... Teli White Smoke, inbound. Célokat nem látok, csak füstöt egyelőre. Nyomd el a cigi. Egy cigi van csak a kezembe. Nem vagy nyomd el. Tracer fire. Nem látom őket egyenlőre. Beluga most csapódott be. Füstöl valami, így meg könnyebb lesz. Hanyas waypoint állam vagytok, srácok? Egyes. Nehogy már Mirage-ral szúrtam ki szabad szemmel, tényleg a TGP-vel nem tehetetek semmit. Igen, ez van, amikor az ember a kelet felé, mindig nyugodt felé néz a délfárdi helyet. Osztasz a SPI-t. Egy szem fekete füst elválkodik a mezőn délre. Vizuálisan van, csak mindjárt SPI. Megvan. Fogett egy-egy inbound újra. Jó, akkor kiválok. Jó. Hók 3-1 inbound. Kettő egy inbound. Pika. Fraser. Melyikekre dobtad, a középenre vagy a... mi? Közepére. Oké, akkor én szórok a szélére. Ajaj, elfogyott a flare-em. Piku. És mire dobáltad el eddig? Hát átmegyek a cél fölött, mindig dobok, nem tudom mi van ott.
kurva sok tracer, vigyázzatok. Megy a két CB-ú esik be egy zombi egyén, úgyhogy mindjárt halott minden. Egy pár relatívesebb lesz talán. Túl egyszerű dolgotok van ezekkel a CB-ukkal, én úgy érzem. Vált ki a Vapor 4-e. Szegbeveréshez kalapácsot kell hozni. Ennyi. Azért is gyönyörű, mert nem ugyanarra dobtuk. Leért már amúgy? A Dani vagy a Zoli most esik be, az enyém meg fél perc múlva. Ő tiéd már leért? Leért bizony. Most ért be az enyém. Good hit, good hit. Viszont van még valami. Hát én megnézem mi. Inbound. Bound. Télen maradt kint egy APC vagy egy tank hátul. Most jöttem látom. Vissza. Ketten is vannak. Szerintem vizuálén is. Az egyik kapok. Az egy APC a déli. A... Mondom már, megyek. Az északi az egy tank, a déli BMP, az APC. BMP-re számíts. Mind a kettő APC. Hát Teli, a Tracer más arra BMP. Ó, bazd meg, kamura mentem. Áááá! A BT vagy BMP-re megy irány. Nem ugrok. Leugrottam, bazd meg! Melyikre mész, Zoli? Piku, Bagett egy-egy Winchester. Amelyik most jött az. Mind a kettődő most. A legdélebbire. Dani, te melyikre dobtál? Arra megy. Amelyik meghalt. Aha, akkor három volt, van még egy. Az északire megy egy Maverick. Bagadt egy-egy RTB. Oké, akkor nem dobok rá. Van még egy 105-esem. Mindjárt itt vagyok. De egyszerűen ne dobjunk CB-t, nekem van még 3 darab. Beütöttem az előbb a... Akkor mindenkire. Reptér koordinátákat most meg elfelejtette. Memory alignment elfelejti a manuális hint, koordinátákat. Ez sem tank, ez is egy BMP. BMP 2 talán, vagy 3, nem tudom innen. Szerintem csak egy. Nem, ez biztos, hogy nem egyes, ez kettes vagy hármas. Ott a raksi a tetején meg is van a formája. Tehát, hogy érted, hogy nem kettő darab, hanem egy. Ja, igen. Aha. Megy rá a Maverick? Nem tudom, neked is tudom. A körben. Én vagyok. Oké. Okay. Oda eltöv, hogy bele van. Szép. Akárki is volt Gunnal, jól elintézte. Jó nézni a TGP-n, amikor így felcsapódnak mellette az izék. Tankoljunk föl cuccokat, mielőtt neki megyünk.
Nekem van egy CB-jú. Jajutom, hogy van TRF-t, akkor Maverick nem ártana. Figyeljetek, én most jöttem vissza, hogy a szár volt az egyik hajtómű, nekem van 6 Maverick-em. Nagyon jó. Nekem is lesz, mert ott indítunk. Balú, Zoli, egyikötök menjen re-armolni, kinek van kevesebb? Majdnem Winchester vagyok egy, de a CB-jú van. Akkor megy, menj Zoli, én megmaradok CB-jukkal. Elkezdem keresni az E-t. Elkezdem szórni őket. A kettes waypointnál... Kettes waypointnál a város körül keresd őket. Meg a közepén a városnak van egy ilyen mező, ott is van egy kette. Mezőre szerintem mehet CBU. Csak a mezőn, a tankok mellett van igla. Két az igla van. Nem zavar, Tunguszka, Tori, ilyesmi ne legyen, mert iglát megkerülöm felülről. Oké, és keresem. Tor nincs. Tunguszka van. Akkor Tunguszkát ki kell szedni előbb. Nem tudom. Látod Zoli, vagy csak tegnapról emlékszel? Hát mindegy után háromszor végigeditáltam a mission-t, ezért azt mondom neked, hogy látom. Jó, okay. Megvannak Tunguszkának? Tudja valaki fejből a... ható magasságát? Hát az, ami lelőtt, az 3500 méter, igen, kb. 12000 láb. 12000 láb nagyobb. A Tunguszkának? Biztosan az több. Magasabb. Az 6000 magasabb. Méter legalább. Malinkeltétek a csoportba, abból volt 3500 méter. Ez nem Tunguszka volt, az Stella. Bocsánat, Stella. Bocsánat, én kevettem össze. 22-es irányba a bal oldalon száll le magát egy-egy. Megkerülöm felülről a Tunguszkát. Hol van Balú, mert segítek neked nevékkel, csak nem találom még. Fogalmam nincsen, egyelőre tankokat látok. A Weber Tunguszka alatt melyiket értjük a csövest? A csöves Tunguszkára gondolunk? Vagy a Tunguszkának mindene van, rakétája is és csöve is. Az olyan nincsen itt. Olyan van, aminek csöve van. Ja jó, akkor megyek be fentről, baszom nekik CB-t. Hog 1-2 on final. Runway foglalt éppen még. 10000 lábig lő fel. Megnéztem, iPad-en van egy ilyen kis DCS-es. Micsoda? A Tunguszka. Kizárt. Melyik runway-ba az meg? Krimsk? Rakétával, de jó. Krimsk bal oldala foglalt 22-es irányban, de még 10 szekig. Altitude. Azért jó, még Krasznodára szállok el. Ja. Jó, Krimskattól közben runway clear. Oké, okay, abszolút running in. Kibaszott felhőbe szart se láttak a hátból. Melyik csoportot dobott való? Egyiket sem nem. Pál az ég közepén lévőt amúgy. Mező közepén? Speed break. Nem, város közepén lévőket. Csak el kell mennem még egy passzra. Akkor én dobom a nyugati csoportot. Nem csoda, hogy nem old le a CBU 105, ha már csak 97-es van fent. Tényleg nekem sikerült felraknom 3 darab 105-ös, meg itt 103-as, és nem értettem, hogy miért nem csinált azt, amit akarok. Krasznodar runway clean. Elkezdtem aggódni a Maverick EO time-on, azt rájöttem, hogy nincs több Maverick-em, úgyhogy nagyon nem kell.
csövével, igen. Nem, a rakétájával. Az meglepődnék rajta, de fogadjuk itt el most, akkor. Most, hát nem tudom a Wiki mennyire hiteles forrás, de 8 km range és 3500 méter. Nem, nem az a tunguska, amiről ők beszélnek. Mert az a tunguska, amiről te beszélsz, igen, az a csöves, és az tényleg 3500-ig túl. De van egy másik, a 22N. A Tunguszkának van csöve is, és rakétája is 2S60, ugye SZ-19, azt hiszem a NATO. Igen, én a 9311-es rakétáról beszélek most. Balud, dobom a nyugati csoportot. Oké, okay, én dobom azt, ami város közepén van. Nem, a Tunguszka tényleg csak 3,5 kilométerig. Akkor az örömhír. Modernizált változat is csak annyiban változott, hogy 8 kiló helyett 10 kilométer messzire tud ellőni, de fölfele csak 3,5 kiló. Akkor jó. Broadcastelsz SPI-t közben, hogy lássam, hogy melyikre dobsz. Már is. Az turbo jelzettem, hogy nézni a Bengalt és akkor se volt a májó jól. És most broadcastelem. 35%-ben. Pikul most. BRB.